90 éves lett Vásári Tamás, a Nemzetművészet címmel kitüntetett zongora művész karmester augusztus 11-én töltötte be 90. életévét. A születésnap alkalmából ünnepi hangversennyel köszöntik a mestert. Maga Vásári Tamás vezényli majd Beethoven 9. szimfóniáját szeptember 3-án a Zeneakadémián. A születésnap tiszteletére rendezett hangversenyen közreműködnek a Magyar Rádió művészeti együttesei, a koncertet az M5 kulturális csatorna, valamint a Bartók Rádió is élőben közvetíti majd. Tari Judit Titanillának érkezett vendége. Így van, Vásári Tamást köszöntöm itt az M1 stúdiójában. Jó estét! Kedves csoport! Bár ön az ünnepelt, de mégis ön ajándékozza meg a közönségét. Mi ez az ajándék, mivel készül erre a koncertre? Illetve hát nem is csak a koncert, hanem egy egész koncert sorozatra. Hát erről van szó, hogy ez idei koncert sorozatokban ez azzal a névben van ellátva, hogy születésnapi koncert. De hát csak egyszer születtem meg, és egy születésnapom van alapjában, de mégis az összes programnál bemondják, hogy ez az év egy születésnapi év. Hát ebbe bele kell törődni, nagyon kedves mindenképpen a rendezőség részéről, és hát örömmel veszek ezen részt, mert tényleg, hát én magam is úgy elcsodálkozom, hogy hát tényleg, leéltem én ennyi évet, valahogy érdekes módon, ahogy így beszélek az életemről, nekem úgy tűnik, hogy hát tulajdonképpen semmi nagy változás nem történt az életemben abból a szempontból, hogy én ugyanaz vagyok, csak itt körülöttem változtak dolgok, jobbra-balra. Amikor ilyen kerek születésnapok vannak, akkor sok ember így visszatekint, vagy készít számvetést, ahogy mondják, ön visszatekintett, készített ilyet, vagy összegzett egy kicsit így? Azért ez egy nagyon szép kerek szám. Nem, megmondom, azért nem, mert én 8 éves koromtól kezdve lett nekem egy foglalkozásom. Tehát nem csak egy foglalkozásom, egy pályám, egy életcélom. Na most általában 8 éves gyerekeknek nincs ilyen, és nekem volt, és viszont amikor eltelt az a bizonyos 90 év, most ugyanazt érzem, hogy valahol én ugyanaz maradtam. Ebből a szempontból nekem pont a kislányom 8 éves, tehát hogy nagyon gyorsan lett felnőtt, ezt el lehet mondani? Hogyan élte ezt meg? Nem is kellett az erőlködni, hogy felnőjek, hanem egész egyszerűen az életem úgy alakult. Tehát én már 8 éves koromban pénzkereső ember voltam, volt pályám, volt egy életcélom, tehát ez magától adódó, ami másoknál nincs, de gyerekeknél nincs. És valahogy ez persze nagyon, ez egy nagyon veszélyes sport, így megöregedni, hogy az ember ugyanannak érzi magát, de alapjában véve még az a jó arra rájönni, hogy tulajdonképpen amit én láttam gyerekkoromban egy bizonyos pillanatában az életemnek, amikor meséltem az életemről másoknak, egy órát. És az órának a nagy mutatója az ment egy percet, a másik mutatója pedig körülment az egész óra. És ez történik valahogy bennünk, hogy leélünk egy egész életet, és valami kis változás történik a lényegünkbe. De alapjában véve ugyanakkor befutunk egy egész nagy életet. Tehát ez ennek az élethossznak a relativitása és a jelentősége az, ami tulajdonképpen meghatározza azt, hogy az ember fel tudja fogni ezt az időben élést. Tehát az, hogy időben élünk, és igenis, kettősség van bennünk, ugyanaz, mint az órában. Tehát ugyanakkor, amikor egy pillanatnak tűnik az egész élet, ugyanakkor egy egész életet leéltem. Hát most nem akarok itt filozofálni, csak úgy, ez az életkor, ez valahogy úgy felteszi az embernek a kérdést, vagyis nem az embernek, ez németes kifejezés, felteszi nekünk a kérdést, hogy tulajdonképpen mi változás történt az életünkben. És ez nagyon fontos tudni, hogy az a változás, ami tényleg lényeges, az bennünk történik.
és nem tudom, hogy sikerül ezt elmondani, hogy ez miért fontos, ez azért fontos, mert akkor tényleg tudjuk, hogy felfogni azt, hogy milyen nagy dolog az, hogyha az ember tényleg egy ekkora hosszú életet leél, mert annyi élménybe részesül, amit tényleg, ha rágondolok, hogy ki volt az a gyerek, aki 8 éves korában már koncertezett, hogy tulajdonképpen egy lélekvándorlást élünk át itt a Földön, a földi életünkben, mert annyira mások vagyunk tulajdonképpen, az a 8 éves gyerek és ez a 90 éves férfi, a kettő köz tényleg egy nagyon nagy lépés történt az életében, és ezt úgy felfogni, ez egy érdekes élmény. Visszatérve még egy kicsit a fellépésekre, egy gondolat erejéig, hogy ennyi idősen is aktív, és koncertezik, és vezényel, és ugye most nem csak Magyarországon, hanem külföldre is utazik majd. Ez az év ugye úgy néz ki, hogy mindig bemondják, hogy születésnapi. Hát igen, itt a zenei műsoroknak a szerkezetében, ez így szerepel mindenütt, a születésnapi. És aztán következik a következő év, ami pedig nagyon érdekes lesz, egy visszafordulás. Tulajdonképpen nem érdemes erről beszélni, mert ez csak jövőre lesz, de nekem érdemes, mert érdekes, mert egy kedvenc műsoromat fogok elővezetni itten a közönségnek, a zenén túl. Én írtam egy könyvet is erről, a zenén túl, és ahol zeneszerzők életéről, munkásságáról beszélek, és illusztrálom zongorázással, dirigálással, zenével. És ez lesz a jövőre, ami azért akarom megemlíteni, mert ez éppen a napokban történt, hogy a zenei szerkesztőnkkel az rádióban megbeszéltem ezt, és mondtam, hogy én ezt proponálom, hogy ezt, amit valamikor 25 évvel ezelőtt csináltam itt Magyarországon, hogy ezt most tűzzük újra a műsorra. És hát meg elmutatok készülni, azt fogja mondani, mint általában, hogy ó, nem, hát ez már nagyon régen volt, nem, elfogadták, és ez zenétúli koncerteim lesznek, és ennek nagyon örültem. Én kívánom, hogy még sok ilyen terve legyen, és mind valósuljon meg, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és mi is boldog születésnapot kívánunk. Nagyon kedves, köszönöm szépen.